Sziasztok srácok! Ebben a videóban el fogunk készíteni egy egyszerű kis vonalkövető robotot, méghozzá ebből a kis kétből. Már nem emlékszem pontosan, hogy honnan rendeltem, vagy Gearbestről, vagy Banggoodról, viszont lehet kapni viszonylag olcsón ezeket a kis játékiteket, amiket bárki egyszerűen és könnyen otthon össze tud szerelni, és el tud indulni az elektronikában, mint olyanban, mint egy kezdő. Megvan benne minden, amire szükségünk van. Ez egy nagyon egyszerű, fotóellenállásos kis vonalkövető robot, amihez már előre le van gyártva az áramköri lap, és benne vannak a motorok, tehát igazából minden megvan ahhoz, hogy könnyen és egyszerűen össze lehessen építeni. Szinte csak forrasztani kell. Azoknak ajánlom az ilyen kis kiteket, akiknek nincsen tapasztalatuk az elektronikával, és szeretnének belevágni. Sokkal egyszerűbb, hogyha már minden alkatrész rendelkezésedre áll, és van egy kis leírás, hogy hogyan rakd össze. Aztán később lehet tovább fejlődni erről a szintről. Nézzük, mit tartalmaz ez a kis kit. Ebből a kis csomagolásból érkezett Kínából. Remélhetőleg minden benne van. Van benne egy elemtartó, két darab kerék, gumikerék, ami egyébként hasznos, mert nem fog elcsúszni a sima felületen. Van benne egy nyáklap, ha ki tudom orvosan húzni. Egy egyszerű kis nyáklap. Persze minden fel van tüntetve rajta, hogy mi hova kerül. Van benne egy kis leírás. Ja nem, egy pálya. Ha, kedvesek. Még egy tesztpályát is kaptunk hozzá. Mondjuk nem nagyon kell leírás, hogyha minden egyes elemnek fel van tüntetve a helye. Maradj el. Minden ilyen projektet úgy kezdünk, hogy szétszedjük. Szépen a darabokat egymás mellé rendezzük. Megnézzük, hogy minden megvan-e. Aztán utána nekiállunk őket összerakosgatni. Aranyos kis áttételes motorok. Egy-két dollárért lehet az ilyeneket kapni. Érdemes az ellenállásokat külön pakolni, és odaírni egyébként, melyik-melyik. Úgy sokkal könnyebb őket azonosítani. Egyrészt, mert könnyebben tudod építeni. Minél jobban előkészülsz egy ilyen kis projekthez, annál könnyebben és gyorsabban tudod összeépíteni. Tapasztalatom szerint a legegyszerűbb az ellenállásokkal és az alacsony profilú alkatrészekkel kezdeni, mivel azokat még könnyen be tud rakni az elején, aztán mindig az egyel nagyobb, magasabb darabokat kell belerakni, majd végül motorok és az akutálca. Úgyhogy kezdjük is méghozzá az ellenállásokkal. A könnyebb forrasztás érdekében egyszerűen csak el kell hajlítani az ellenállások lábait, így benn fognak maradni a helyükön, megforrasztod, és egy egyszerű csípőfogóval, én ezzel fogom az oldalcsípőm eltört, levágni a lábait, és akkor az ellenállásokkal készen vagyunk. Szépen haladunk, bekerült a két darab trimmer, potméter, a kapcsoló, valamint az LM393-as IC-nek a foglalata. Folytatjuk a tranzisztorokkal, valamint a kondenzátorokkal. Elektrolit kondenzátoroknál figyelni kell a polaritásra, ezt a kondenzátoron általában egy kis fehér csík, egy kis minusszal, negatívval jelöli, hogy melyik negatív oldala. Folytva között be, akkor posszalhat. Azt pedig nem szeretnénk. Úgyhogy mindenképpen igyekszünk a jelölt oldalra tenni a negatívot. Így. Következhetnek a ledek. Én picit iránytévesztő vagyok, ami azt jelenti, hogy nem tudom megkülönböztetni a jobb és bal kezemet. Néha összekeverem. Ugyanez van a lednek a polaritásával is. Tehát van itt egy ledünk. Talán ráfókuszol a kamera. És láttok benne ott egy nagyobb és egy kisebb részt. Ez a két darab elektród, ami benne van. És libák.
E tekintve a libáktól jegyezzetek meg, a nagyobbik elektród a negatív, és akkor nem lesz gond. Én is néha elfelejtem, de az internet segít, mint olyan, úgyhogy nem lesz legond. Azt mondja, hogy megkapja szépen a ledeket. Egyébként meg a rövidebb lába a negatív. Ezt megnézzetek. Mindig a rövidebb lába negatív, csak ha mondjuk bontott ledet használtok, akkor muszáj a diód alapján megkülönböztetni. Benne is vannak a ledek, illetve megvilágítják a pályát, valamint a fotóellenállások. A fotóellenállásnak a magasságát érdemes pontosan belőni, hogy ugyanakkorák legyenek, különben még lehet állítani a trimmer potmétereken, de lehet, hogy nem fog egyáltalán menni a robot. Tehát nem lesz tökéletes a vonalkövetése, működni fog, de jobb, hogyha minden egyformán van összerakva. Folytassuk a zöld ledekkel, valamint az első, hát nem is tudom, nincsen első kereke, hanem csak egy csavar van hozzá így, körülbelül ennyi. Valamint a motorokkal, és hát lassan készen vagyunk. Az utolsó lépés lesz majd, hogy behelyezzük a logikai JC-t. A motorokat már előkészítettem, úgyhogy azok is mennek föl most szépen az áramkörre, simán rá kell őket ragasztani, tehát nem egy bonyolult dolog. Egyszerűen megfogjuk, és ide így felragasztjuk. Ugyanezt megtesszük az elemtartóval is. Fogjuk ezt a kis ragasztót, egy ilyen kis gagyi kis darab kétoldalas ragasztó. Felnyaljuk rá, ezen majd megy a hátoldalára. Hát azok elkövettem egy hibát. Túlságosan keveset hagytam meg a LED-ből és a fotóellenállásból. És ha felrakom ide a kerekeket, ahogy illene, egyszerűen nem ér le eléggé. Jól látszik. Szóval, mit tudunk ilyenkor csinálni? Megfogjuk és leültetjük. Ez van. Mondhatnám, hogy itt terveztem, de sajnos nem. Ugye fogjuk, ide rakom ezt a darab műanyagot. Nagy. És egyszerűen megültetjük a robotot, méghozzá úgy, hogy a motorjait ide rakjuk, így, nem, így, le fog ülni, ki van szélesítve, csinálunk egy Rocket Bunny vonalkövető robotot. Ja, igen, így kell ügyesen elfedni a hibáitokat. Ha csináltok belőle valami mást, és ráfogjátok, hogy így terveztétek. Szóval szélesítés, ültetés, ha meghajlítom, akkor lehet még stencesíteni is. Ja, meg fogjuk ezt hajlítani. Még hozzá. Itt egy picit. Úgy. Még egy picit. Még egy picit. Úgy. És akkor csinálunk egy ilyen stence Rocket Bunny vonalkövető robotot. Hát igen, jól leültettük a kicsikét, meg ki van szélesítve, stencesítve, szépen megvan az ízléses kerékdőlés, megkapja még az agyát, az LM393-ast, és szinte készen is vagyunk vele, amint sikerül beletennem ezt a szerencsétlen IC-t. Na, benne is van. Elméletben működik. Gyakorlatban, hát meglátjuk. Lássuk, mit mutat. Érdekes AA elemtartó. Igazából, hát igen szűkösen fog ebbe beleférni két darab AA elem. Igen. Hát ja, az elemtartó, ez pocsék. Csavarhúzó kell beerőszakolnom az elemet. Úgy. Kapcsoljuk be. Na, ez miért nem megy? Egyik oldal nem megy.
Ja, működik, jól van. Csak a beállításokkal voltak problémák. Viszont át kell kötni a motorokat, mert hátrafele megy sajnos. Na lássuk, mit mutat, működik-e? Oda néz, a Stance robotunk, az ültetett vonalkövető robot követi a vonalat. Ennyire egyszerű egy ilyen kis kit, és még így is el lehet hibázni, viszont az apró hibákból lehet tanulni, és át lehet alakítani, ahogy te szeretnéd. Ez egy teljesen jó kis kit, hogyha ügyesen megépíted, nem úgy, mint én, és nem cseszed el a hosszát a ledeknek és a fotóellenállásoknak, akkor egy nagyon könnyen megépíthető kis kitről beszélünk, és hát nem lesz ilyen Stance, de így is egész menő lett. Követi az asztal forgáslapjait. Nagyon aranyos. Itt megállt. Elkészül srácok a vonalkövető lowriderünk, kiszélesítve, leültetve, ahogy illik. Amennyiben van még igény ilyen kis hasonló kezdő elektronikai tartalomra, ez most nem az autós nézőimnek szól, akik inkább az autók miatt néznek, hanem azoknak, akik bele akarnak kóstolni az elektronika világába, nem tudják, hogyan tegyék azt. Ezek a kis kitek a legegyszerűbb módjai, azt hiszem $5 körül volt az a cucc, tehát 1000 pár száz forint, abszolút nem egy nagy pénz. Viszont azoknak, akik még soha nem próbálkoztak elektronikával, de már képesek felhasználói szinten kezelni egy forrasztópákát, kiváló kezdés. És innen lehet fejlődni, az alkatrészeket újra felhasználni, a motorokat, bármit. Plusz alkatrészekkel sokkal több mindent lehet építeni belőle, és ezáltal fejlődhettek. Én is így kezdtem egyébként, megsugom. Ugyanígy kezdtem a Legókkal, ugyanígy kezdtem elektronikával, bár mondjuk mostanában azt teljesen elhanyagoltam az utóbbi 1-2 évbe. Ezt mindig elmondom, de tényleg így van. És ugyanígy kezdtem az autókkal is, vettem valami szart, aztán megpróbáltam megcsinálni. Vagy összejött, vagy nem, volt, hogy segítséget kellett hívnom, de a tanulás folyamata már csak ilyen. Az ember megy előre, próbálkozik, hibázik, sokat, a hibáiból próbál tanulni, és a következőnél már valamennyivel jobban tudja csinálni. Ezt nem lehet kivédeni, ezt nem lehet gyorsítani, ez ilyen. Én meg azt hiszem, ezt megfogom és leteszem, mert kezd el fáradni a karom, hogy így tartom itt. Így. Mindenki látta, tök jó, volt róla a montázs is. Örültem, hogy ezt a videót megnézted, amennyiben szeretnéd tevőlegesen is támogatni a csatornámon, megtalálod a linket a leírásban, most végigdarálom a videó végi szöveget, mint általában, tehát iratkozz fel, lájkolj, támogass, stb. Meg pólóbolt. Az nagyon fontos. Nekem is vennem kell pólókat, mert fél év intenzív használat, mindennapos használatba kicsit meg kezdenek kopni a pólóim, úgyhogy én is bevásárolok a saját pólóimból ismételten. Ezt javaslom nektek is, mert jó dolog. Szóval ezzel csak annyit akartam mondani, hogy sziasztok, mert vége van a videónak.